A magyar külügyminisztérium szerint az azeri kormány eljárása elfogadhatatlan, Magyarország azonban mindenben jogszerűen járt el. Ezt Szijjártó Péter külügyi államtitkár jelentette be a tárca nevében. Közben a Magyar Nemzet Online nyilvánosságra hozta Azerbajdzsán Magyarországnak küldött levelét. Ebben az azeriek vállalják, hogy Ramil Sahib Safarov országukban folytatja a büntetése letöltését. Az ígéretek ellenére Safarovot nemzeti hősként fogadták hazájában. Ez az a levél, amit a Magyar Nemzet Online szerint az azerbajdzsáni igazságügyi minisztérium küldött a magyar kormánynak. A levélben az azeriek nemzetközi megállapodásokra hivatkozva vállalják, hogy az ítélet megváltoztatása nélkül folytatja büntetését Azerbajdzsánban a Magyarországról kiadott Ramil Sahib Safarov. A levélben ígértek ellenére Safarovot nemzeti hősként ünnepelték országában. Ráadásul az elnöki kegyelem mellett soron kívüli előléptetés, ingyen lakás és pénzjutalom várta. Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára elmondta, a külügyminisztérium szerint elfogadhatatlan az azeriek eljárása. Leszögezte, Magyarország az ügy minden részletében az Európa Tanács nemzetközi kiadatási ügyeket rendező egyezménye szerint járt el, szemben az azeri féllel, amely megszegte az általa küldött hivatalos dokumentumban vállaltakat. A Magyar Szocialista Párt. Az MSZP elnöke azonban nem így látja, Mesterházi Attila szerint összefüggés lehet Magyarország azeri kötvény kibocsátása és a Safarov ügyben létrejött megegyezés között. A politikus két esetet tart elképzelhetőnek. Az egyik, hogy Orbán Viktor pénzért cserébe hozzásegített egy gyilkost a szabadsághoz, a másik, hogy nem tudta, milyen következményekkel jár a kiadatás. Mesterházi szerint a kormányfőnek mindkét esetben személyes felelőssége van és nemzetbiztonsági kockázattá vált. Lehet ezt tudni, hogy ilyen gyorsan bekövetkezik? Így látja Molnár Zsolt is. A Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnöke egy siófoki rendezvényen azt mondta, az ügynek számos nemzetbiztonsági kockázata lehet és semmiképpen sem lehet lezártnak tekinteni. Itt egészen biztos, hogy hibának kellett bekövetkeznie. Most azt kell tisztázni a következő időszakban, hogy kik és milyen mélységű hibát követtek el. A történteket a tervek szerint a Nemzetbiztonsági Bizottság is napirendre tűzi. Szolidaritásáról biztosította az örmény keresztényeket második Karekin örmény katolikoshoz intézett levelében Erdő Péter, bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Közös levélben fejezték ki együttérzésüket az örmény egyház fejének, a Magyar Református és Evangélikus Egyház vezetői is az azeri kiadatási ügy miatt. Erdő Péter a katolikus.hu oldalon is közzétett levelében azt írta. A leghatározottabban elutasítunk minden etnikai erőszakot és gyűlölködést. Kérjük a mindenhatót, hogy a boldogságos Szűz Mária közbenjárására kísérje pártfogásával az egész örmény népet, és részesítsen bennünket az igazságosság és a béke ajándékában. A Magyar Református és Evangélikus Egyház vezetői, Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, és Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke, levelükben együttérzésükről biztosították második Karekin pátriárkát, amiatt, hogy az azeri elnök kegyelemben részesítette, és szabadon bocsájtotta a Magyarországon törvényesen börtönbüntetésre ítélt azeri gyilkost. Az egyházi vezetők nem kételkednek a magyar hatóságok intézkedésének törvényességében, de annak következményeit elítélik, olvasható a kommunikében. Az azeri baltás gyilkos kiadatásáért Orbán Viktor terheli a felelősség. Ezzel a cselekedetével a miniszterelnök egy olyan közép-afrikai diktátor szintjére süllyedt, akivel szinte senki nem hajlandó szóba állni. Az ügy következményei beláthatatlanok. Ezt Molnár Csaba, a DK alelnöke mondta az örmény katona tiszteletére tartott megemlékezésen. Orbán Viktor és kormánya áruba bocsájtotta Magyarországot, és ezzel elárulta a magyar emberek becsületét. Molnár Csaba szerint a baltás gyilkos kiadatásáról egy évig tárgyalt Orbán. Így nem hihette azt, hogy nem fogják elengedni az életfogytiglani büntetésre ítélt gyilkost. Mindezért Orbán Viktor a felelős azért, mert ostoba és buta módon egy erkölcstelen diktátor gondolataival úgy gondolja, hogy még az ördögtől is hajlandó inkább pénzt kérni,
még az ördökhöz is hajlandó inkább fordulni, mint hogy normál európai demokrata módjára megegyezzen az Európai Unióval, az IMF-fel, a Nemzetközi Valuta Alappal. Molnár Csaba szerint a következmények beláthatatlanok. A baj nagyobb, mint korábban. Orbán Viktor ezzel az üggyel egy közép-afrikai 70-es évekbeli diktátor szintjére süllyedt, akivel már szinte senki nem áll szóba. Az elmúlt kettő évben megtanultuk, hogy a Fidesz engedélyével Magyarországon szabad lopni. Most megtanultuk, hogy a Fidesz engedélyével Magyarországon gyilkolni szabad. Molnár Csaba már nem reménykedik. Ahogy mondta, az üzlet megköttetett, a baltás gyilkos kiszabadult, Magyarország erkölcse pedig romokban hever. Orbán Viktor szégyene nem lehet valamennyi magyar ember szégyene. Orbán Viktornak mennie kell. Az indulatoktól sem mentes gyűlés végül megemlékezéssé szeridült. A DK alelnöke arra kérte az egybegyűlteket, hogy a meggyilkolt örmény katona emlékére gyújtsanak mécsest. Délelőtt több tucatnyi örmény tiltakozott a közigazgatási és igazságügyminisztérium előtt, amiatt, hogy a magyar hatóságok kiadták Azerbajdzsán Nagyörgen Margarian, örmény állampolgár megölésért életfogytig tartó szabadságvesztés börtönbüntetése ítélt Safarovot. A világhálón egy nap alatt 7000-en kértek bocsánatot Örményországtól egy másik felhívásra. A Milla kedden 6 órára tüntetést hívott össze a parlament elé, hogy a magyar nép megmutassa, hogy mást gondol erkölcsi kérdésekről, mint az ország vezetői, akik a keresztény erkölcsiség nevében politizálnak. Nagyon fájt, annyira fájt, hogy beszélni se tudtam, csak könnyek hullottak az arcomon, és nem tudom, nagyon-nagyon fájt. Luisa 3 éves kora óta itt él. Megviselték a hírek, hogy egy honfitársát különös kegyetlenséggel meggyilkoló férfi szabadon engedéséhez Magyarország asszisztált, és hogy ezt a férfit hazájában nemzeti hősként ünneplik. Azt mondja, hogy a magyar örmények minél több politikai rendezvényen ki szeretnék fejezni véleményüket, ezért ment ő is a közigazgatási minisztérium elé. Minden örménynek ez nagyon-nagyon a szívfájdalma, főleg az, hogy 1915-ben volt az örmény népirtás, azt nem fogadták el se a törökök, se az azeriak, és megint történt egy ilyen eset, hogy egy örményt azért öltek meg, mert örmény volt, és aludt még védekezni se tudott. És ezt se fogadták el. Nem büntették meg a gyilkost, és ez szerintem folytatódni fog addig, amíg nem fogják büntetni a gyilkosokat. Az örmény kisebbségi önkormányzat híradónknak keddi tájékoztatót ígért. Az örmény nép és a világ bocsánatát kérjük. Az 1 millióan a sajtószabadságért, vagyis a Milla kedd délutánra ezzel az üzenettel hívja a civileket. A Milla szerint elfogadhatatlan, hogy az Orbán kormány és annak vezetői üzleteltek egy baltás gyilkossal. Idézem, pénzt fogadtak el a keresztény erkölcs nevében egy mélységesen antidemokratikus országtól, ahol szobatársunkat megölni hőstett, ha történetesen örmény, ahol örményt ölni állampolgári kötelesség. 1700 magyar és magyar barát felhívásában Örményországnak üzennek a közösségi portálon. A hősök terén transzparens tartók között felbukkantak baloldali politikusok. A magyar oldalakon sok örmény méltatja a bocsánatkérő gesztust, néhol megjegyezve, hogy a szavak ezúttal nem elegendőek. A Magyar Örmény Kulturális Egyesület elnöke még nem látta ezeket a véleményeket. Azt mondja, az örmény hagyományok itteni ápolása szempontjából a baltásgyilkos ügye és a diplomáciai kapcsolatok megszakadása nem befolyásoló tényezők. Ha mindenkinek szíve joga, hogy írjon jobbra-balra bármit, szerintem ebben nincs nekünk beleszólásunk, nem is foglalkozunk vele. Ön szerint nem befolyásolja a két ország kapcsolatát sem? Nem meg befolyásolja a mi működésünket, mert ez volt a kérdés, és ezt tudnám megerősíteni. A világhálót ismét beterítették a mémek. Ezek közül több Magyarország és Azerbajdzsán vezetőit figurázza ki, de gúnyt űznek a kormány kommunikációjából is. Az egykori miniszterelnöki szóvivőt, az Azerbajdzsánt is megjárt külgazdasági államtitkát is célba véve. Örményországban nem csitul a Safarov kiadatása miatti vihar. Az örmény elnök nyilatkozata szerint országa nem akar háborúzni, de ha erre kényszerítik őket, akkor küzdeni fognak és majd győzni is. Jereván a nemzetközi porondon is válaszlépésekre készül, elsősorban az Egyesült Államokban, ahol az örmény képviselők erős lobby csoportot alkotnak. Az Európai Unió és a NATO azonban eddig hallgatott az ügyben. Csupán a svéd külügyminiszter nevezte szokatlannak a magyar lépést egy rövid Twitter üzenetében. 21 évvel ezelőtt kiáltotta ki az örmény többség által lakott, de Azerbajdzsánhoz tartozó Karabakh tartománya függetlenségét. Az évfordulón az örmény elnök harcias nyilatkozatot adott ki, amelyben élesen elítélte Ramil Safarov kiadatását.
Nem akarunk háborúzni, de ha rákényszerítenek bennünket, küzdeni fogunk és győzünk. Nem félünk a gyilkosoktól, még akkor sem, ha államfői párt fogoltak. Jerevánban a NATO felelősségét is felvetik a gyilkossági ügyben, és kifogásolják, hogy a katonai szövetség nem szólalt meg eddig a Safarov kiadatás kapcsán. Támogatjuk az örmény vezetés döntését, hogy megszakították a diplomáciai kapcsolatokat Budapesttel, de ez nem elég. A NATO szervezte azt a programot, aminek keretében az örménytisztet meggyilkolták. Erkölcsi felelősségük van az ügyben, nem beszélve arról, hogy megelőzhették volna a gyilkos kiadatását, de nem tették. Állítja ez az örmény politológus. A tiltakozások ellenére Bakuban tovább ünneplik az időközben őrnaggyá előléptetett Ramil Safarovot. A katonatisztet a lakosság többsége is hősnek tartja. Nem is tehetett mást egy ilyen helyzetben. Ő minden azeri polgár példaképe, aki szereti a szülőföldjét. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen honfitársaim vannak, mondja ez a bakui lakos. A per során egyébként Safarov nem tudta bizonyítani, hogy az örmény kadét bármilyen módon megsértette volna a nemzeti érzéseit, amint azt a gyilkos tettének indokaként korábban állította.